Negyedik hely, autogramkérők azonban rengetegen vannak, elégedett vagy a mai napi teljesítménnyel és az egész versennyel? Hú, nem igazán szerettem volna gyorsabb lenni, de tegnap voltak problémáink, amik hátráltattak, kuplungbajaink voltak a rajtban, már kaptam ilyen 4-5 másodperceket, volt ahol 6-ot is, úgyhogy folyamatosan csúsztam hátra, és ezt már ledolgozni nagyon nehéz, hogyha nem hibázik valaki. Úgyhogy hát negyedik helyre tudtunk csak bejönni. Ma is sok problémával küzdködtünk, de próbáltunk azért felzárkózni. Ez van, lehet, hogy ez a pont még fog segíteni, inkább negyedikek legyünk, mint hogy kiessünk. A higgadt autózás az mindenképpen szép eredmény volt, ilyen nehéz pályákon, mert ha jól tudom, a körgyors azért egy kicsit megtépázta az autókat. Te mennyire komoly sérülésekkel jöttél ki belőle az autót tekintve? Hát igazán annyira nagyon komoly sérülések nem voltak, a futóműim kapkodtak, mert előttem, akit kiengedtek, ahogy borítgattak fel, mert mindenki borítgatta a lassítókat, mert egyszerűen sehogy nem lehetett megállni, mert akkora gödrök voltak az úton, úgyhogy amit elém gurítottak, azon menni kellett keresztül, hogy nem sok választási lehetőségünk volt. Folytatás hogyan lesz majd? Szombathelyre hogyan készültök majd fel, illetve ott mit vársz majd magadtól, illetve a csapatodtól? Nem tudom, Murván igazán nem is mentem még ezzel az autóval, hát majd lesz egy hosszabb tesztünk Murván, aztán majd meglátjuk, hát bízom benne, hogy ott is tudunk majd valahol az elejébe végezni.